Az elődeinknek komoly számításokat kellett végezniük ahhoz, hogy ne tévedjenek el. Monumentális tereptárgyakat építettek, részletes térképeket rajzoltak, és megtanultak tájékozódni az éjszakai csillagos égbolt alapján. Ma már elég egy kis eszköz, ami akár milliméteres pontossággal határozza meg a helyzetünket, legyünk bárhol a világon. A GPS-t, vagyis a globális helymeghatározó rendszert valójában egy 24 műholdból álló flotta alkotja, azonban jelenleg összesen 31 ilyen műhold kering a Föld körül, mert a műholdak időközben meghibásodhatnak, vagy akár tönkre is mehetnek, és ebben az esetben kell egy pótműhold, ami átveszi a régi helyét és a feladatait. A műholdakat a fellövésük után 20.200 km magasságban lévő, 6 egymástól egyenlő távolságban elhelyezett keringési pályára állítják. Minden keringési pályán 4 alapszintű műhold kering, így jön ki a 24 műhold. Ez az elhelyezés teszi lehetővé, hogy mindig legalább 4 műholdat láthassunk bárhonnan a Föld felszínéről. Amikor GPS-t mondunk, általában a vevőegységre gondolunk. Ebben az esetben ez a vevőegység egy telefon. A vevőegység a GPS műholdak által sugárzott, szórt spektrumú jelet fogja. Ezt a jelet hívjuk röviden PRN kódnak, ami tartalmazza a jel küldésének pontos idejét és koordinátáit. Ez a jel minden műholdnál különböző, innen tudjuk, hogy éppen melyik műhold jelét fogjuk. A sugárzott jel általában fénysebességgel halad, ami nagyjából 300.000 km per másodperc. Amikor a jel megérkezik, kiszámíthatjuk, hogy pontosan mennyi idő telt el a jel küldése és annak fogadása között. Ebből kiszámíthatjuk, hogy milyen messze vagyunk az adott műholdtól. A távolság egyenlő C, vagyis fénysebesség, szorozva az idővel, ami a jel utazási idejét jelenti. A gond csak az, hogy a fény egy másodperc alatt 300.000 kilométert tesz meg, ezért ha másodpercekben mérnénk, a jelzett pozíciónk akár 300.000 kilométerrel arrébb is lehetne, mint ahol lennie kéne. Ezért van szükségünk egy sokkal pontosabb órára, amik közül a legjobbak több milliárd év alatt sem késnek vagy sietnek egyetlen másodpercet sem. Ezek az atomórák. Az atomórák az atomok rezgésszámát használják fel a másodperc meghatározásához. Ez a rezgésszám a cézium-133 esetében 9.192.631.770 Hz, vagyis több, mint 9 milliárd rezgés egyetlen másodperc alatt. Ilyen atomórája minden GPS műholdnak van, amik tökéletes szinkronban vannak egymással. Tehát most már tudjuk, hogy milyen távolságban vagyunk a műholdtól, az irányt viszont nem, vagyis olyan, mintha egy gömb venné körül a műholdat, és mi bárhol lehetnénk ennek a gömbnek a felszínén. Hogy pontosabban mérjünk, még egy műholdra van szükségünk. Láthatjuk, hogy a két kör két helyen is metszi egymást. Ebből a műhold még nem találná ki, hogy melyik metszés ponton állunk, ezért kell egy újabb műhold. Ezt nevezzük háromszögelésnek, de a való életben 4 értékre van szükségünk a pontos hely meghatározáshoz. Ezek a szélesség, hosszúság, magasság és az idő. Ezért kell minimum 4 műhold, hogy működjön a GPS. Egyszerűnek hangzik, de bonyolultabb, mint gondolnánk, ugyanis folyamatosan rengeteg hibát kell kiküszöbölnünk. Ezek közül a legjelentősebb az ionoszféra által kissé lelassított jel. A Föld légkörének felső rétegében, az ionoszférában elég szabad elektron van ahhoz, hogy az elektromágneses sugárzás terjedési sebességét befolyásolja. Ugyanúgy fénysebességgel fog terjedni, de a hullámhossz megnövekedése miatt a jelnek hosszabb utat kell megtennie ebben a szférában. Ez kis számítási hibát okoz, ha a műhold közvetlenül a fejünk fölött van, de nagy hibát okoz, ha a műhold tőlünk számítva közelebb van a horizonthoz, mivel a jel így hosszabb utat tesz meg az ionoszférán keresztül, ami nagyobb időeltolódáshoz, vagyis pontatlansághoz vezet. Ezt a problémát úgy javítják ki, hogy a műholdak két különböző frekvenciájú jelet sugároznak. Más frekvenciára más hatással van az ionoszféra sűrűsége, és a kettő közti különbség már elég adatot hordoz ahhoz, hogy a jel becsült és valós megérkezésének idejéből számolva korrigálni tudjuk a pontatlanságokat.
Ezen kívül számításba kell venni az einsteini relativitás elméletet és az idődilatációt, miszerint két megfigyelő között egymáshoz képest eltérés lép fel az idő múlásában. A műholdak olyan gyorsan mozognak a Földhöz képest, hogy innen nézve az ő órájuk egy kicsit siet. A műholdról nézve pedig a földi órák késnek egy kicsit, ezért a műholdak atomóráit egy kissé le kellett lassítani, hogy a földről nézve pontosnak tűnjenek és pontosan meg tudják mondani, hogy hol vagyunk a világon. Ehhez nem kellett más, csak egy több milliárd dolláros rendszer, rezgő cézium atomok, kvantummechanika, relativitás elmélet, egy okostelefon és persze te. Legközelebb tehát, ha bekapcsolod a GPS-t a telefonodon, tudni fogod, mi tart olyan sokáig. Köszönöm, hogy megnézted a videót, hogyha tetszett, akkor nyomj rá egy lájkot, hogyha szeretnél több ilyen tartalmat látni, akkor iratkozz fel a csatornára, vagy támogass a Patreonon. Találkozunk a következő videóban, sziasztok!